Doktor, doktor, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Parakovács Imre úr, hogy van? Hát kiválóan, meg kell, hogy mondjam, egy nagyszerű hírt kaptam a miniszterelnök úrtól, hogy most, hogy így sorozatban kudarcokat szenvedek, hát innen egy lépés is átoperáltatom magam nővé. Hát igen, van bennünk valami nőies is, néha ez az előnyünkre is válik. Igen, de az tehát a mázlink, hogy... még a műtétel, mert sokba kerülhet. Az a mázlink, hogy jó, nőbe is nagyon jó nők lennénk. Tehát, hogy így, azért így könnyű, érted? Már szinte fárasztó. Igen, tehát igen, ez igen, van. Igyekszünk megfelelni, nem? Igen, hát igen, de azért a kudarcokat gyűjtjük, tehát azért kicsit fáj nekem. Azokból táplálkozunk. A művészet, hogy sikerült a művészeti nemzeti konzultáció egyébként? Amit én tapasztaltam, az tomboló siker. Hát először is fájó hiány volt az ön távolmaradása. Hát igen, fizikailag, csak fizikailag. Csak fizikailag. És hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy írtál bele egy nagyszerű szöveget, Churchillnek szarkedve van címmel. Igen. Nézd, elég érdekes és furcsa volt egyszerre ez a bizonyos ötnapos találkozás sorozata az A38 hajón. Ezt amikor elkezdtük tervezni, persze minden csúszott, a kötet megjelenése, nyomdán, stb. Akkor még ilyen covidos idők voltak, és hát az volt, tehát az enyhítések épp kezdődtek volna, és akkor azt mondták, hogy teraszok nyithatnak, meg hát valami minimális találkozási lehetőség van, 30 fő. És akkor hát ilyen 30 fős csoportokra próbáltam a 125 szerző plusz fotósok és egyebeknek a meghívását valahogy beütemezni. Hát aztán végül körülbelül 50-en voltunk így alkalmanként, és hát végül is nagyon jó hangulatban zajlott az egész. De hát nyilván érezhető volt ez a covidos mellékíz, de hát ennek ellenére szerintem nagyon jó sikeredett. Gondolkozom ám, hogy felvegyem a Parakovid Imre nevet. Tehát azért ez még... Jó, csodálatos, csodálatos. Ezen még gondolkozom. A beszélgetésünk apropója a szerkesztő szerint az, hogy a soros plakátok, amelyek most már a város minden pontján visszanéznek ránk, hogy gyakorlatilag meghaladták az írásbeliséget, és igazából ezek már érzést közvetítenek, tehát nem szöveges üzenetet. Hát nézd, a látvány és a szöveg között van egy komoly harc pillanatnyilag, és ez valóban valamennyire a kép előnyére dől el mostanság. Egyszerűen annyira felgyorsult a kommunikáció, hogy az írásbeliség, a sztori, még csak a szlogenek vagy a nem tudom én, címek szintjén is egy kicsit háttérbe szorul, de hát szóval a képek között is vannak mondjuk úgy, hogy egyértelműbben ránk hatók, és hát kevésbé. Nyilván erre az új plakát kampányra gondolva, hát ez azért eléggé kemény, hát van mihez mérnünk magunkat. Nem lennék a Soros helyébe. Hát lehet, hogy ő ezzel nem is foglalkozik, tudom, van neki más dolga. És lennék a helyébe, egyébként csak eleznék. De hogy egy nemzeti konzultációs íven háromszor is szerepel valakinek a neve, ez egy kicsit erős. Azt gondolom, hogy a politikai kommunikáció ettől függetlenül is egy nagyon izgalmas, és te is ezt teszed tulajdonképpen, politikai kommunikációt folytatsz, és mindig azon gondolkozom, miközben látom az újabb és újabb képeidet, meglehetősen brutálisan termékeny korszakodat éred, tehát szeretném hozzátenni, hogy mindig azon gondolkozom, hogy te biztos, hogy mindenkinek átmegy ez az irónia? Tehát, mert teszel róla, tehát azért bebiztosítod, tehát nem vigyázol, nehogy kétértelmű legyen, tehát mindig egyértelmű a kép, de mégis aggódom egy kicsit, mert nagyon rossz tapasztalataim vannak az emberiséggel. Hát egyrészt ezzel nehéz vitatkozni, hogy az emberiséggel nehéz tapasztalataink vannak. Másrészt, hát nézd, én ezeket, tehát annyira dadaista eleve a világ, amiben vagyunk, hogy erre megfelelően dadaista választ adni nem könnyű. Ugyanakkor mindent olyan szinten átitat a politika, hogy de végül is ez egyfajta olyan erős mai identitás, hogy ezt nem is nagyon tudjuk megkerülni. Tehát, hogyha most én csak képzőnyezeti problémákkal foglalkoznék, az biztos, hogy valaki számára kedvesebb és relaxálóbb volna, de hát engem izgat ez a dolog, hogy hát van egy rettenetes ballaszt, és hogy most ebből mit lehet összekovácsolni, tákolni, meg hát, hogy mi is a mi helyzetünk a mai világban,
kikkel, mikkel, mit mondanak, erre mit lehet reagálni. Szóval hát ez egy ilyen dadaista, szürrealista punk almanak, amiket én csinálok, és hát végül is hát ezt így szeretem csinálgatni, vagy hát így ehhez hozzászoktam. A Covid alatt jóformán nem is nagyon tudtam más csinálni, mint festeni, tehát koncertek nem voltak, meg egyéb események, úgyhogy hát most meg eleve még a melegben is jó valamit festegetni, hát ez van. Mondjuk azon gondolok, két dolgon gondolkoztam most eközben, hogy az egyik az, hogy mi pont ahogy mond a gyorsulás, tehát van egyfajta, hogy a hülyeség az gyorsabban megy a fénynél, az egyértelmű. Hogy ebben a helyzetben, hogy nem gondoltál arra, hogy megmozdítod a képeidet, hogy egy animációs filmi álljanak össze, tehát nem, nincs ilyen a fejedben. De hát sok mindent lehetne csinálni. A film is egy nagyon izgalmas műfaj, de hát ahhoz egy ilyen komolyabb, ahhoz csapat kell, tehát ja, kell erős animátor, operatőr, stb. És hát akkor már úgy nagyon sok, tehát az már túl nagy feladat nekem, mert igen, akkor embereket kell irányítani, és így tovább. Másrészt van a festmények létrejöttének, van egy olyan ideje, vagy van egy olyan rendszere, hogy miközben valami elindul egy ötlet, akkor az ember lassan alakítgatja, változtatja, ide itt átfesti, a másik helyre még valamit oda tesz. Tehát, hogy ez is úgy alakul, hogy az ember saját magával viccelődik, vagy fejleszti az ötletét, és ezt nem lehet másra bírni. Például a zenekarral itt mindenféle klippeken gondolkoztunk, vagy hát legalábbis vitatkoztunk, és akkor mindenki valami mást mond, és akkor egy kicsit az éle elkopik, úgyhogy hát ez így töményebb, hogyha az ember egy-egy olyan képet próbál igen csinálni, amit hát a maga részéről egy kis óriás plakátnak száll. Igen, mert abban a képben akkor összesűrűsödik minden energia, míg egy ugyanez ugye, mondjuk el tudom képzelni azt a pillanatot, hogy mondjuk kockánként fested meg az animációs filmet, tehát hogy tehát nekiállsz, és akkor amíg az élet tart, addig így kockáról kockára haladsz, de az mondjuk unalmas lenne, de azt is el tudom képzelni, hogy ilyen kis tanítványok, tehát kis festő tanítványok csinálják meg ezeket a fázisrajzokat, és másolják le, de ugyanúgy olajvászon, tehát nem lehet viccelni, egyesével aha, így a fázisokat így rajzolják meg körülötted, te pedig is sétálsz mögöttük, és azt mondja, tudod, és akkor ez megy, ez a nagyon finom reneszánsz kis... Karmesteri pálcával, ostorral, vagy baseball ütővel, tehát változóan hangulatot igen, függően, és hát nagyon szexi és barátságos fiatal animátorokkal körülvéve. Nyilván ez egy ideig érdekes volna, de hát én egy kicsit aszociális lény vagyok, tehát én szeretem az én kis magányomat az egyszobás műterem lakásomban, és akkor ott el vagyok ilyen kis mérgelődő, viccelődő hangulatomban, és akkor ott dolgozgatok. Igen, én erre szoktam mondani, amikor csapatépítésre invitálnak engem, mondtam, hogy te nem tudjátok, hogy a nagyvad egyedül jár? Hát igen, most mit építsél? Igen, már elnézést, építsenek azok csapatot, akik félnek az erdőben. Szóval kicsit arra gondoltam, hogy egyébként ez a mostani plakátkampánya a kormánynak, ez az emojis gőzfújós, hogy egy picit talán válasz a te művészetedre. Én várom annak a plakátnak a megjelenését, hogyha Magyarországra jössz, akkor venned kell egy Dr. Máriás képet. Tehát ezeket az óriás plakátokat várom a kormány részéről. Ez a minimum egyébként, amit meg kell tenni. Ez még elég sokáig várhatott szerintem. Az, hogy az ember ide kerülve egy nagyon furcsa vizuális kultúrába kerül, és hogy nehezen tudja kibogozni, hogy ki mit akar és minek alapján, az egész biztos. És hát egy nyugatról idevetődő ember, mire kisilabizálja, hogy mit is itt a normák, amelyek között itt hát megy végül is az iszabbirkózás, hát az nem könnyű. De hát se baj. A szeretet mindent legyőz. Egyébként ezt hozzá szeretném tenni, hogy szakértőnk, vagy nem a mi szakértőnk, hanem a szakértő, Fekő Ádám, nek feltűnt, hogy ugye rosszul használja ezt az emojit a kormány, gyakorlatilag a jelentésével ellentétben, hisz itt ez az orjukain gőzt kifúvó fejnek a jelentése, az igazából az, hogy valaki sikert ér el valami nagyon nagy dologban, és ez a megkönnyebbülés, ez a, tehát nem a dű és a támadásnak a jele, bár kétségtelenül használják erre is, de hogy Soros György támadását végülis teljesen mindegy, tehát ők már elemelték ezt, tehát ők pontosan tudják, hogy az igazi jelentést ezt a végsősorban a politika adja meg egy emojinek, és egyébként tökéletes, mert hogy itt ugye
Egyébként ezt meg kell venni, tehát ez nem egy olyan emoji, ami csak rajta van az ember telefonján, úgyhogy itt azért komoly befektetések voltak, és gondolom, hogy a feltalálók egymásnak adták a kilincset, hogy ez hogy működjön. A tegépeiden nem látom azt, ami érdekes, hogy én úgy gondolom, hogy mikor megtaláltad ezt a stílust igazából, nem is tudom, azt emlékszel, hogy melyik volt az első ilyen direkt brutál politikai pamflet festményed? Hát nézd, valahol olyan élményből fakad az egész, hogy hát az ember nézelődik egy múzeumban, vagy galériában, akár itthon, akár külföldön, lát egy világot, mindenféle sztárfestők, hírességek festenek, kurva jó dolgokat, vagy éppen nagyon rosszakat, és akkor az ember hazajön, és akkor itt egész más kontextusba szakad rá ez a valóság, a történelem, minden, és akkor hát nagyon szeretek egy Georg Baselitz nevű német festőt, aki mindent a feje tetejére állítva fest, tehát azért az ő se lehet mindig vidám. Na a lényeg az, hogy hát fejre állítva akkor mi is van? Hát a denevér mondjuk, és akkor hát milyen denevér arcot tudnánk mi a környékünkről becserkészni? Hát lehet, hogy a Ceausescu-t, és akkor ez volt az egyik első ilyen kép, hogy hát valami, ami nagyon-nagyon barátságtalan, valamivel, ami hát nagyon barátságos, vagy ami után vágyakozunk, hogy ezek hogyan ütköznek, és ez milyen furcsa, hogy két világ így ütközik. Ahogyan tulajdonképpen a kormány kampányában is ugye egy valami nagyon szimpatikus, egy like ütközik valamivel, ami alapvetően lehet, hogy a felhasználónak antipatikus, de végül is lehet, hogy összemosódik. Erre volt egy hasonló válaszom, amikor nyomj rám egy lájkot, Sztálin az év menedzsere címmel festettem egy képet, és hát ott Dzsugasvili barátunk egy laptoppal, mezitláb, egy ilyen kilazított nyakkendővel ül a tengerparton, és nyom felénk egy lájkot, vagyis aki fölemelt hüvelykújjal mosolyog. Tehát, hogyha hatékonyságot nézzük, ugye, akkor hát Sztálin elég hatékony volt, és hát végső soron ma már mindent a hatékonyságban mérünk. A menedzsernek nem az az érdekes, hogy milyen feltételekkel, hanem hogy milyen eredmény valósít meg. Szóval a mikéntnek, a hogyannak és a miértnek a jelentős összekeveredése folytán, ugye vannak ilyen lájkok, amiket ártatlanul oda teszünk valamihez, és hát vannak ezek az őrült like bajnokságok, amelyek hát teljesen triviálissá tesznek mindenféle közbeszédet, és hát mindenki csak a cuki kutyájával, vagy éppen a nem tudom melyik totálisan őrült barátjával fotózkodva próbál meg kedves vagy megdöbbentő lenni. Tehát ebben a világban azért egy mondjuk radikális gondolatmacsetével utat vágni egy kis friss levegő reményében, az nem könnyű kihívás, de hát minden nap azért ezt próbáljuk meg. Nagyon komoly önfegyelemre van szükségem, hogy ne vonjam le a helyes következtetést. Például abból, hogy nekem 20 000 követőm van, Jézusnak meg csak 12 volt. Megint egy ötös poén. Igen, de hogy már hogy azért, ugye, hát ássuk be, azért neki is volt egy csomó ideje, meg nekem is, bocsi, de hát ez nekem jobban sikerült. Másban elismerem, hogy jobban, mert de követők számában én azért egy kicsit jobban állok, bár ez mondjuk egyben magában hordozza annak a megfejtését is, hogy talán ez nem mindenható, ez a fajta erőméregetés. Hát azért elég jelentős. Hatásomat tekintve nem hiszem. Hogy? Hát a hatásomat nézve nem hiszem, hogy ez így tükröződni fog az arányokban. Hát most nézd, te problémásabban veszed fel a versenyt, tehát nem csak a mindig pozitívat mondásnak a mondjuk amúgy se könnyű, de azért egyszerűbben működő logikáját követed, hanem felveted a problémát, néha odaszúrsz, néha odavágsz, vagy néha elgázolsz, és hát ez egy egész más hozzáállás, mert kritikai, és ugye az mindig nehezebb. Tehát azért a Sex Pistols mindig jobb zenekar volt, mint a Beatles, tehát a Beatlesnek több a követője, ez még nem jelenti azt, hogy jobbak, sőt. Hát de ezt ne mondjuk itt, mert itt azért lehet, hogy ennek vannak ellenzői, vannak itt, akik nem tudják, hogy feloszlott a Beatles, úgyhogy ne hozzuk ezt most, ne hozzuk szóba. Bort. De a te képeid vidámak.
azt vettem észre, hogy vidámak, és ez nem egy erőltetett vidámság, vagy nem egyfajta ilyen, ez tényleg ilyen happy land, hanem ezek ilyen mély, nagyon mély vidámság jön belőlük. Nézd, én abból indulok ki, hogy ebben a harcban csak a láncunkat veszíthetjük, és a szeretet soha el nem fogy, úgyhogy én megpróbálom fölvenni bizonyos értelemben a kesztyűt, de alapvetően addig forgatni a témát, amíg végül is valami vidám lesz. Tulajdonképpen az, hogyha létrejön egy olyan kép, amelyik vidám, még a saját furcsaságával együtt is, akkor az valahogy energiát sugároz. Bakasztod a falra, nézegeted, és jobb kedved lesz tőle, mert azt mondod, hogy hát mégis van egy ilyen gondolat is, nem csak az, amit mondjuk igen, az állami tévéből hallasz, vagy a nem tudom én melyik. Az is vidám. Mondjuk úgy, hogy állandóan ugyanazt a beszűkült valamit mondogató közegből, úgyhogy hát így próbálok én is valamennyire vicces lenni, meg valahogy dől is ez belőlem, hát nem tudom. Igazából nem. Tehát ez a szerencsé, hogy te nem próbálsz vicces lenni, hanem az vagy. Ez óriási, tényleg rettenetes különbség, és a környezetemben folyamatosan tapasztalom azt a jelenséget, amikor valaki próbál vicces lenni, és annál idegesítőbb dolgot egyszerűen nem tudok elképzelni. Tehát tényleg mondtam most is tegnap este valakinek, hogy figyelj, de tudod, neked nincs humorérzéket. Tehát ne, te ne. Te azt csinálod, hogy figyelsz így másokra, mert borzalmas. Tehát és még egyszer megszólalsz, akkor tényleg alkoholmentes sörrel addig öntözlek, amíg ide nem fagysz, pedig hát nyárban. És hogy, de hogy tényleg az emberek egy része próbál, és az nekem nagyon-nagyon fáj, miközben mondom, ez azért, ezek a képek, pontosan egyszer tekvéletlenül valami más ügyintéztem éppen a óbudai esernyősben, és még, pont még fenn volt a kiállításod, és így volt időm így végig sétálni, így nagyon nyugodtan egyedül voltam, az a legjobb kiállítás nézés egyedül lenni, és az, és ugye ez egy ilyen hosszú terem, furcsa hosszú terem volt, és eléggé komoly mennyiséget szedtek össze, és az például az egy nagyon-nagyon-nagyon szó, tehát ilyen jó kedvem lett tőle, igazából pedig semmi okom nem volt rá, mert azért az ott lévő szereplők nagy része hát nem pozitív szereplő az életemben, ennek ellenére az összbenyomás vidám volt. Ja, hát nézd, próbáltam ezt végül is ebben az albumban is valahogy így összegezni, és hát valahogy így reflektívebben, vagy interaktívabbá tenni, mivel hát szeretnek az emberek véleményt mondani, szeretnek egymással beszélgetni, úgy látszik egyre kevesebb a lehetőségük, szeretnek egymással vitatkozni is akár, ezért kértem fel különböző embereket, hogy írjanak egy-egy képről, akkor a nagy kép mellé még egy mondjuk magánéleti, vagy valahogy a történethez kapcsolódó fotó legyen, tehát hogy több oldalról közelítse meg azt a mondjuk sztorit, ami amúgy is a mi életünkhez valahogy kapcsolódik, a szereplői, az abszurd történései, üzenetei által, és akkor hát egy ilyen tulajdonképpen egy interaktív Facebook képzőnyszeti albumot valahogy létrehozni, hát ebben nagy segítségem volt, hogy hát te is ennek de ötlenül. Tudod, milyen furcsa, most tényleg nem azért mondom, de hogy olyan emberek írtak bele, akik nem biztos, hogy leülnének egymással beszélgetni, vagy vitatkozni. De neked mindenki igen mondott. Ez jó érzés lehet azért. De hát tulajdonképpen először az volt, hogy több képből választhat esetleg valaki, hogy melyik az, amelyik neki mondjuk barátságosabb, és egy idő után látszott, hogy ez nem működik, és akkor hát néztem a levelezőmet, kivel álltam én levelezésben, vagy esetleg a Facebookon kapcsolatban, vagy soha nem is voltam kapcsolatban, és nem is érdekel, de láttam a tévében, és gondoltam, hogy jó volna, ha ő is valamit írna, és egy idő után mindenkinek egy-egy képet küldtem célirányosan, hogy hát ha azzal tud valamit kezdeni. És hát nagyon-nagyon különbözőek lettek a válaszok. Hát a kínai fordítóm az például tulajdonképpen egy ilyen zen verset küldött, amit hát lehet, hogy a mai napig nem fejtettem meg, hogy a Gorbacsov áll egy kis János Pál pápa szoborral a kezében, hogy arra ő miként írt valamit a természetről és a világegyetemről. Más Bárándi Péter a Gagarinról írt, hogy a szürrealizmus az a megvalósult dadaizmus, ez például két mondat, de hát elég komolyan lehet azt is emészgetni. Szóval na, van, aki hosszú történetet írt le valamiről, van, aki csak két szót. Szerintem ez izgalmas, mert valami tükröz, hogy egy korban milyen hangulata volt valakinek. De például úgy indított, hogy rossz kedve volt Churchillnek, de a végére
az is humoros lesz, és vicces, úgyhogy a lassú fény az gyorsul. De hogy azért sajnálom, hogy még nem tudtam odaadni a CD-nket neked, mert abban egy gyönyörű rímpár van a szeretetről, ami hát gyakorlatilag alátámasztaná egész beszélgetésünket, hát így mondjuk nem fogja alátámasztani, de hogy közben meg, hogy a Garaci mondta azt egyszer a 90-es években, talán a 90-es évek közepe felé, hogy a szeretet mozgatja még a mozgó lépcsőt is, és akkor ezt rendkívül ironikus megjegyzésnek találtam, amíg rá nem jöttem, hogy igazat van. Tehát, hogy gyakorlatilag az. Tehát az, van egy áttét, ami egy motor, meg ilyesmi, de a valójában az egész dolog mögött a szeretet áll, és ez mondom, iróniának tűnt, majd kiderült, hogy nem az volt, hanem ezt halálkomolyan mondta. Úgyhogy azóta nekem is ez részben ez a meggyőződésem. Dr. Máriás pedig, hát ezt igazából azért vidámak a képeid, mert szeretet van bennük. Tehát még a rendkívül negatív történelmi figurákat is úgy érzem, hogy amikor lefested, akkor egy kicsit megszereted. Hát végül is úgy lehet az ember a leginkább kritikus, hogyha egyfajta szülő-gyerek kapcsolatban az idősebbik félnek tartja, fogja fel magát, és akkor kedvesen megdorgálja, vagy eldádázza azt a valakit. Vagyis hát az odahajlásban van egyfajta nagyobb szigor, vagy kegyetlenség is, ha úgy tetszik. Tehát nem feltétlenül kirekesztjük azt a másikat, vagy csak elítőjük, hanem úgy közelítünk hozzá, hogy mondjuk a lényegi gyengeségére tapintunk rá. Hát annyit tudok még mondani, hogy nagyon-nagyon várom én ezt a CD-t, mert nagyon-nagyon izgalmas anyag lesz szerintem. Valamit már átküldtél részben, de hát az csak egy posztvány volt. És hát arra azzal foglalkozom még ma délelőtt, hogy hát megpróbálom összecsomagolni a képeimet, ugyanis az Ördökatlan Fesztiválon lesz a következő kiállításom, és hát ahhoz kellene összerakni egy alaprajz alapján egy kis tuccot, és hát ha netán valakit érdekel, akkor ott találkozhat. Jó munkát kívánok dr. Máriásnak. Ha visszajöttél, jelentkezünk, és akkor végre átadom. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Mindenképpen, és nagyon köszönöm, Imre. Csókezen. További jókat. Szia.